És most következzenek az aranymetszés kulturális hírei. Orosz István az a művész, akinek a képeire nem elég egyetlen pillantást vetnünk ahhoz, hogy kiderüljön, mit is látunk. Különösen vonzódik a geometrikus formákhoz, ezért műveit nem máshol, mint az Oktogon közelében levő Forrás galériában állította ki. Az Orosz István védjegyévé vált anamorfózisok közül csak egy kapott helyet a mostani kiállításon. Módunk volt ez év nyarán a Pekingi Szépművészeti Múzeumban, majd azt követően a 14. Pekingi Nemzetközi Art Expo-n bemutatni a művész alkotásait, és a kínai állami televízió az esti 8 órás híradóban 4 napon keresztül hozta Orosz Istvánnak ezt az alkotását, ugye ezt a anamorfózist, amely egy vetült kép megjelenése az érdekesség egy tükörhengeren, és a Magic Man néven vált ismerté Kínában. Több mint 200 000 keresték fel a kiállítását, és hatalmas siker volt. A kínai állami televízió nézettségéből kiindulva Orosz István nevét több mint 1 milliárd ember ismerhette meg. A Magic Man-ként apostrofált művész azonban ezen a kiállításon teljesen új műveit is bemutatja. Úgy néz ki ez is, mintha térbe lenne, ráadásul úgy néz ki, mintha megépíthetetlen módon lenne a térbe, hiszen ilyen formáció nincs, de hogyha az ember megfogja, leakasztja, akkor rájön, hogy mégse egy térbeli dolog, hanem egy síkbeli dolog. Ez csak talán a különböző színezésű falemezek összejátszása folytán úgy tűnhet.